Na most a pina az egyébként szinte mindig van. Olyan, mint a be lenne ragasztva a kalapba, tényleg már. Az biztos, hogy lesz a szerencséje van, kihúzza. Pina. De nem csak a kultúrközönség jött. Hunci, mit csinálsz? Itt az ideje a finálénak, kérem szépen, és csináljunk közösen egy filmet. Azt kérném önöktől, hogy először találjuk ki a filmnek a címét. Mi legyen ennek a mi saját kis közös filmünknek a címe? Bármilyen címet bemondhatnak, arra kérném önöket, hogy ne az itt hallottakból feltétlenül, hanem egy teljesen légből kapott, nem kell szellemes legyen, bármilyen címet mondjanak be. A MOPS. A MOPS? Amikor a nem itt hallott dolgokról. Lehet, hogy ilyen gyorsan bejött, csak most ebbe az utolsó pillanatban. Még egyet kérnék. A pudli? Jó, írjuk még körbe a mopszot, bazd meg 20-szor. Legyen akkor az egyik a mopsz, erről az oldalról is kérnék bármit. Párizsban. Párizsban, nagyon jó. Akkor szavazzuk meg, hogy ki szavaz a Párizsban című filmre. Ki szavaz a mopsz című filmre. Jó, akkor a Párizsban. Szeretnék kérni egy nyitóképet. Mi lenne az első kép, ami megjelenik? Eiffel-torony, mopsz az Eiffel-toronynál, nagyon jó. Ott ül és néz föl. Abba az oldalba is reménykedem kicsit. Az fontos lenne, hogy nyugodtan a Párizsbantól vonatkoztassunk el, tehát annál jobb, minél össze-visszábbakat mondunk. Tehát nem kell az Eiffel-torony, meg nem kell a mopsz. Te lehet, a mopszot beleteszem, jó? Csak hogy örüljenek, mert látom, hogy anélkül nem megyünk haza. De mondjanak mondan is egy nyitóképet. Egy bagettetevő francia ember. Azért csak a Párizshoz közeled. Bár lehet, hogy van japán bagett, azt se tudja, de ő. Akkor bagettet eszik a mopsz, jó? Legyen az a nyitókép, megoldom. Mi legyen a zárókép? Ne legyen köze ezekhez, azt kérem, egy egyszerű cselekvés, egy hétköznapi cselekvés. Csekkbefizetés, ezt egynek elfogadjuk, nagyon jó. Onnan is, abból a sötét sarokból. Reggeli kakkantás. Reggeli kakkantás. Visszaértünk a mopszhoz. Reggeli kakkantás. Ezt már mondhatta volna szarásnak is, mert annyira alpár, így is, úgy is, hogy szarás legyen a film vége, hogy fosás, reggeli, jó zubogós fosás, hogy legyen a kacsának dolga kiszedni a szart onnan a repedésből. Nem, szép véget fogunk csinálni neki, de lesz benne egy kis kakkantás a maga kedvéért. Még egyet kérnék akkor innen. Csókolózás. Az jó. És még mutatja is a hölgy. Én mondtam. De egyébként jó tényleg. Tehát van a csekkbefizetés és a csókolózás. És egy kis szarás lesz. A kiszavaz a csekkbefizetésre. Hát, srácok. Rossz hírem van, ez egy ilyen kutyapárt szavazat. Nem volt rossz egyébként. Akkor a csókolózásra kiszavaz, azért megkérdezem. Jó van. Jó, azért most már szavaznak rendesen. Akkor nyert a csókolózás, de csak azért, mert a hölgy két kézzel szavazta meg magának. Egy nagy csókolózás, ez lesz a film vége. Bár ennek köze van szerintem Párizshoz, de mindegy. És akkor a következő lesz a feladat. Én elkezdem mesélni a Párizsban című filmet, aminek a bármikor belecsöngethet, csak a nyitóképbe és a záróképbe ne. De közben bármikor, amikor úgy érzi, paf, ráver egyet a csöngőre, és amikor meghallja a csöngőt, ön kiszed egy lapot a kalapból, és beleolvassa a mikrofonba. Viszont azt kérném, hogy ne rendezzen, jó? Tehát vannak, akik rendeznek, és nem bízzák a szerencsére, hanem válogat, és mindig látom a perifériámban, hogy dolgozik, megvan a lap, várom, hogy mi lesz a csöngő. Pina! Na most... A pina az egyébként szinte mindig van. Ez egy ilyen alap dolog. Olyan, mint a be lenne ragasztva a kalapba, tényleg már. Tehát az biztos, hogy lesz, a szerencséje van, kihúzza. De hát ha kihúzza a pinát, akkor azért jó, mert mindenkinek önfizet. És
akkor... Hát nem tudom, milyen lesz, de legyen az a jelszavunk, hogy együtt csináltuk, és hogy legfeljebb sikerül. Jó szórakozás! James Hutchins regénye alapján a filmet színpadra alkalmazták a nézők. Dramaturg egy úr, Mr. Stocki. Narrátor egy másik úr. Főszerepben Daniel Mogex. Mellékszerepekben Mogex Daniel. Párizsban. Unci. Megmondtam, nem a kultúrközönség van. Hunci, mit csinálsz? Hagyd ott a bagettet! Faszom belé! Zuzmar a fátyol. Szegény író átnézett az Zuzmar a fátyolon keresztül. Belátta rajta Párizs utcáit. Az utolsó kis spagettjét is megette a kutyája, Punci. Elege volt a művészet és szerelem városából. Elhatározta, hogy valamit tennie kell. Nem írhat folyton. Nem tudja tovább csinálni, mert nincsen ihlet. Körhinta. Elmegyek körhintázni. Valamit muszáj csinálnom. Lement, az eső zuhogott, de a Vidán Park nyitva volt. Igen. A Vidán Park tulajdonosai és alkalmazottai csak nézték, hogy ki az az őrült, aki rámegy egy körhintára. Pina. Ezt nem hiszem. Szívecské. Na, muszáj azt... Az a helyzet, hogy ezt nem bírom ki, de itt van közöttünk Badár Tamás. Ezt csináld utána, öcsém. A bűvészek bűvésze, de hát ez hihetetlen. Jó, hát én mondtam. Akkor nem csak a kultúrközönség jött. Hozott magával egy jó francia vörösbort, amit ívott a körhintán, és közben csak azt üvöltötte, hogy PIDA! PIDA! Büfés. Tessék? Büfés. Ezt megelégelte a büfés. Kirúgta a büfés ajtaját. Állítsd le a hintát, Francova! Ja miért? Nem mindegy, nincs itt senki. Állítsd le a hintát! Ez nem az a Vidán Park, ahova én leszerződtem. Csoki nyúl. Hát nem, mert csoki nyulat árulsz a Vidán Parkban, baszki, nincs is húsvét. Nekem viszont csoki nyulam van, kussoljál! Állítsd le! Lassan a körhinta leállt. Az író kiitt az utolsó korcsokat a palackból. Elhajította. Hé, te! Nyurga kis patkány! Mit ordibáltál? Póréhagyma. Az író a maradék póréhagymáját elővette, beleharapott egy jó nagyot. Azt ordibáltam, ami a lábad között van, köcsi. A bor ugye sokkal vagányabbá teszi az embereket, az író is hiába nem tanult verekedni, vagány lett. Box. Nagyon egy hullámosszon vagyunk most a közönséggel. Úgyhogy miután leharapta a pórihagyma felét, azt elgurította és beállt a híres pózba, amit egy regényében már megírt. Gyere, gyere és üssél meg! Szórakozol velem, ugye? Hé, hallod, nem kell ezt, Filip, ne csináld!
nehogy már megüsd egy vendégünket! Kussoljál! Ő hívott ki, látta! Dehogy is te kötöttél belé, mondom, kussoljál! Indítsd be újra a körhintát! Gratulálok! Hát, gratulálok! És beindította a körhintát! A körhinta körül elkezdte körözni! Na gyere, próbálj meg megütni! Óriási ököl lendült a francia író felé, aki azért volt francia, mert valamiért elmondtam, hogy francia még egyszer, hogyha nem tudnák, hogy Párizsban vagyunk. Ő pedig megbotlott egy köbön, és pont jól elhajolt az ütés elől. Ó, ügyes vagy, köcsök! Bingy. Bingy? Bingy. Ezben a körhintát nem tudta leállítani. Pedig csak vízből nyomott rá a gombra, de nem tudott megállni, és egyre gyorsabban forgott a forhint. Ki se tudom mondani, annyira durván forgott, hogy ha beszélnétek a körhinta mellett, a szászok az is széthúzná a szélét. Azt akarom érzékeltetni, nem megy a beszéd. Tehát miközben körgött a pörhinta. Körhinta. Jó, mert franciául pörhinta, jó? Miközben körgött a pörhinta, elkezdtek verekedni. A büfés hatalmas sújtásokkal közeledett az író felé. Az író gyönyörűen hajolgatott, és egyszer csak bementek a körhinta közé. Köszi. Köszi. A büfést telibe csapta az egyik szék. Köszi. Véletlen volt, nem tudom leállítani. Tudom, hogy szeretsz, tudom, olvastál valamit tőlem, igaz? Ezt az egészet végignézte a sarokban áldogáló gyufáros lány. Aki 18 éves, már elmúlt, nem az a gyufáros lány, de jó kis pina volt. Még így szarás után is. Az író meglátta, ilyen szépet ő még sosem látott. A körhintás lány, mert így hívták, főhúzta a nadrágját. Te kiütötted a büfést? Én igen. Ilyen vagyok, így születtem. Ezt kell megérteni. És akkor még nem mondtam el a kedvenc versemet. Hullahopp karika. A hullahopp karikáról. Te tudsz verset a hullahopp karikáról? Igen. Hullahopp karika, fent az égen, a napot ölelik körül éppen. Feldobtam, majd leesik, ez ilyen néha megesik. A lánynak könnyek futottak a szemébe. Burgonyás gyökérkenyér. Elővette a burgonyás gyökérkenyeret, beleharapott. Kéred a felét. Az enyémet megette a mopsz. Köszönöm. És ahogy rágták a kenyeret, átölelték egymást, és nem zavarták őket a morzsák az irgalmatlan nagy csókban. Ha tetszett a videó, ossza meg barátaival, amennyivel nem tetszett, akkor pedig az ellenségeivel, hogy szenvedjenek. Extra tartalmakért és vágatlan változatokért támogassa a Mirage Médiát. Link a leírásban.